Az általános iskolák igyekeznek felhívni nevelési programjukra a lendő elsősök szüleinek figyelmét. A Györfi István Katolikus Iskolában a következő tanévben két első osztály indul. Az egyik tanulócsoport osztályfőnöke több mint 3,5 évtizedes pedagógiai múlttal várja leendő diákjait. 37 éve tanítok a Györfi István Katolikus Általános Iskolában, és én magam is ide jártam ebben az iskolába, és első-második osztályban tanítottam végig. És mérföldkőnek tekintem életemben a 2015-ös tanévet, hiszen akkortól lett katolikus általános iskola a mi iskolánk, és ezzel a katolikus értékrendet megalapozta az iskola, és azóta is folytatjuk, és ez egy folyamatos tanulási folyamat. A gyerekek nagyon szeressenek iskolába járni, a játszva tanulás fontossága, egyéni bánásmód alkalmazása, következetes, szigorú vagyok, de nagyon-nagyon szeretem a gyerekeket, és imádok tanítani, hiszen 37 éve tanítok, és nagyon, hát több generációt megtanítottam az írás-olvasás matematika alapjaira. Nagyon jó közösséget sikerült kialakítani, mind az alsóba, mind a felsőbe, és a gyerekek nem csak azért szeretnek a Györfibe járni, hogy tanuljanak, hanem rengeteg érdekes programunk van, és emellett nagyon jó a nevelőtestületünk és a vezetőségünk is. Meg elég megnézni az alsó tagozat udvarát is, hogy milyen gyönyörű játszóterünk van, és ez is nagyon vonzza a gyerekeket. A leendő elsősökkel és szüleikkel már októberben közvetlen kapcsolatot alakított ki az iskola, illetve a két leendő osztályfőnök. Az alsós diák önkormányzatnak 15 évig voltam a vezetője, és itt nagyon-nagyon sok gyermekprogrammal várjuk a gyerekeket. A hulladékgyűjtés, fecskeavató, szüreti mulatság, kisállatkiállítás és egyéb programok, karácsonyi műsor, farsang, Györfi hetek, nagyon-nagyon sok program, és ezekbe kapcsolódnak be a leendő első osztályosok is. Már több olyan foglalkozást is tartottak az iskola jövendő tanulóinak, amelyekkel majd a következő tanév során komolyabban is megismerkednek. A leendő első osztályosokkal már bizony-bizony találkoztunk, nagyon aranyosak voltak, 40-en vannak, érdeklődőek, a szülők is nagyon aranyosak, nyitottak, először a szülőkkel találkoztunk, utána a gyerekekkel, és nagyon-nagyon várják ezeket a foglalkozásokat, nagyon-nagyon várják. A szülők iskola választását számtalan szempont befolyásolja. Mennyire van távol az otthontól, milyen az adott iskola oktatási nevelési programja? Járt-e esetleg valamelyik családtag az adott iskolába? Milyen az iskola híre? Szeretnek-e oda járni a gyerekek? A már ott tanuló diákok szülei elégedettek-e az ott folyó pedagógiai munkával?